Kutattalak szentélyedben, testedben és véredben, takaród alatt elcsépelt mondatokban, újjászületésben és az új életben. Diósi Mária verseit olvassa nevelőanyja Harácse Klementina az örökbefogadott kislány nagyváradi lakásán. Nevelőszülei 18 éves korában döntöttek úgy, hogy magukhoz veszik, mert látták kibontakozó tehetségét, és támogatni akarták. Klementina fizika tanárként a Szent László Római Katolikus Teológiai Liceumban figyelt fel talentumára. Már volt egy fogadott gyermekünk, és nagyon jó barátságban voltak ők ketten, most is, és felmerült az ötlet, hogy mi lenne, hogyha már a 11. osztály után betöltötte a 18. életévét, és akkor azért, hogy minden lehetősége meglegyen arra, hogy csak és kizárólag a tanulásra koncentráljon, elköltözne ide, és akkor így is lett. Mindenre nyitott, aktív gyereknek ismertem meg, még 6. korától kezdve. Érdemesek arra, hogy igenis figyelmet és energiát szenteljünk az ő életüknek. Mária 2000. szeptember 15-én született. A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Liceumban érettségizett. Ezt követően a Nemzeti Művelődési Intézetnél végezte el a közművelődési képzést. Mindig szeretett olvasni, különösen a magyar szépirodalmi művek hatottak rá. Hogy vannak kedvenc verseim, vagy vannak kedvenc regényeim, és bár nagyon sokan azt mondják diákként, hogy jaj, nehogy a kötelező olvasmányokat, nehogy a kezünkbe merjük venni, mert az borzasztó azokat elolvasni. És mégis eddig akármilyen könyvet olvastam, akármilyen témájú könyvet, akkor is, ha regényre gondolok, akkor az Aranyember jut eszembe. És ha versre gondolok, az Akarsz-e játszani jut eszembe. Talán az elsők között volt az Akarsz-e játszani, amit megtanultam szavalni, és amit vittem egyszer egy szavaló versenyre is. Minden írásban, minden regényben valaki megtalálhatja valójában önmagát, megtalálhatja azt, amit ő szeret. Én azt gondolom, hogy az Aranyemberbe mindig találtam egy kapaszkodót. Mindig volt az adott lelkiállapotomnak megfelelő gondolat. Volt egy sziget, ahova elmenekülhettem. Volt, ahogy a könyv volt az a sziget, vagy csak az én képzeletemben létezett, de mindig biztosított egy olyan pontot, amire szükségem volt. 2018-ban a Gutenberg Pál Népfőiskola és az Orpheus kiadó által meghirdetett pályázat egyik külhoni nyertese lett. Publikációi mellett több könyvet is szerkesztett, és szerkeszt mind a mai napig. Közben Böjte Csaba szerzetes hazahívta és felkérte, legyen a 2021-ben indult Székelyhídi Szerelemösvény koordinátora. Később pedig a helyi Gyermek Jézus Központ vezetője. Ő nagyon szívén viseli a kinőtt gyerekeket, illetve azoknak a sorsát, azoknak a gyerekek, akik ugyanúgy megjárták az útjukat, ahogy én, és ebben teljesen egyetértettem így ennek fényében. Soha nem fogom elfelejteni, amikor 12 évesen egyszer csak egy reggeli napon betoppant az ebédlőnkbe, és mindenkit végigölelt, majd aztán rám nézett, és akkor először találkoztunk. Rám nézett, tudta a nevemet, tudott mindent rólam, és kérdezte, hogy érzem magam az otthonban. És annyira meglepődtem, annyira nem tudtam hova tenni, mert a saját szüleim, vagy azok, akik számomra fontosak, ők nem tudtak annyit rólam, mint amennyit ő tudott. Legutóbb 300 rózsatövet ültettek el a szerelemösvényen, válaszul a világban eluralkodó erőszakhullámra. A szerelemösvényt elsősorban az otthonból kikerülő fiatalok számára hozták létre azon a vidéken, ahol Petőfi Sándor először szerelmes lett és kereste az útját. A 9 stációból álló ösvény a házasságra készülő fiatalok számára készült. Nagyon fontosnak tartom, hogy ő mindig azt emeli ki, hogy nagyon sok testvérem, nagyon sok gyermeke elkerül és elkallódik. Hiába a sok tanítás, hiába a sok gondozás, nagyon sok mindenki elindul egy olyan úton, ahol nem kéne megállni.
én is elmentem a magam útjára, én is kipróbáltam elég sok mindent 3-4 év alatt, és úgy döntöttem, hogy mégis visszajövök, és ebben szeretnék én is Csaba testvérnek segíteni, hogy ne kallódjanak el a testvéreim, hanem ők is visszataláljanak. A Gyermek Jézus Otthonban folyamatosan szervez, támogatókkal tárgyal, de minden egyes ott lakóra is gondja van. Azért kerültünk ide az otthonba a húgommal, mert hogy otthon nem volt enni és lakhatás, se ruházat igazából, meg nekem már suliba kellett volna járjak. Igazából én nagyon boldog voltam, hogy Marika jött. Marikát már ismertük, régebbről is ismertem őt, de őt nem annyira személyesen. Mikor ide került, igazából egy 3-4 nap után megtaláltam benne a bizalmasomat. Igazából olyan nekem, mintha a testvérem lenne, és tényleg olyan is. Tényleg, hogyha bármi van, meg tudom vele beszélni. Nem sok mindenkinél érzem ezt, de nála igazából érzem, hogy megvan az a biztonság, hogy bármit elmondhatok neki, és tudom, hogy nem fogom visszahallani, mert az... Meg Marika nem úgy kezeli a dolgokat, ahogy más. Ő valahogy mindig nyugodt, és ő olyan kis szelíd. Mind a mai napig nem adta fel az írást és olvasást. Ám számos teendője mellett most a Gyermek Jézus Otthont szeretné fejleszteni, és további támogatókat szerezni a szerelemösvényhez, hogy minél több a gyermekotthonból kinőtt fiatal kapasson fogódzót egy egészséges keresztény család megteremtéséhez.